Gerard Ákos. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Köszönöm a rendelkezésre állást, és sajnálom őszintén az apropót. Beszéltem a Balatoni Szövetség elnökével, Lombard Gáborral, akivel felidéztük természetszerűleg a különbségeket a tavaly és a mostani helyzet között. És ennek kapcsán azt kérdezem öntől, még egyszer nem megismételve azt, ami ott elhangzott, hogy akkor nagyon nagy volt a félelem közel egy évvel ezelőtt, még néhány hét a különbség, egy vagy két hét. Ugyanakkor a számok nem igazolták ezt a félelmet, de ezt nem lehetett tudni. Most a félelem ki tudja, hogy mekkora, de a számok sokkal nagyobbak. Sok mindenen keresztül ment az ország, amely hát meglehetősen barázdáltá tette az arcokat, és valakinek meglágyította, valakinek megkeményítette a szívét, és 15 000-nél több honfitársunk meghalt, ami egy hihetetlenül nagy szám. Azt kérdezem öntől, hogy ön érti-e, vagy tulajdonít-e bármilyen jelentőséget annak, hogy amilyen jogkörökkel közel egy éve az önkormányzatokat feljogosította a kormányzat, azokkal a lehetőségekkel ma még nem, és ki tudja, hogy holnap élhetnek-e majd, ami egyebek között akkor parkoló bezárásával és más intézkedésekkel volt tapasztalható, és amelyre most a polgármestereknek felhatalmazás hiány nincs lehetőségük. Vajon volna erre szükség akkor, amikor ismét elsősorban a szigorú intézkedések következtében jó néhány polgármesternek van, ha nem is félelme, de aggodalma amiatt, hogyha ott nagy számban jelennek meg tartósan átmenetleg megfelelő rész aláhúzandó turisták, akkor az egyébként az ő által a vezetett településen milyen gondot jelenthet? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát azt tudom mondani, hogy én mindenkit megértek, annyira gyönyörű a tópartunk, abszolút igazuk van, hogy ide jönnek az emberek. Megnyugtató és a szabadság élményét adja a víz látványa. Így nagy szeretettel látjuk őket, amikor újra biztonságos lesz itt együtt lenni. A kérdésre válaszolva, az elmúlt évben volt egy olyan felhatalmazásunk, hogy lezárhattunk partot, parkolót. Ez idén ugye nincs meg. Egyébként emberünk és hát eszközünk sincsen. Nagyon nagy lehetőség volt, vagy nagyon nehéz volt megoldani ezt az első hullámban. Viszont akkor az első hullámban azt tudtuk biztosítani itt az itt lakóknak, hogy maszkot adtunk, védőfelszerelést, egyebeket, és ezzel így segítettük ezt a dolgot. Idén azt tudom mondani, hogy én bízom abban, mert nem tehetünk polgármesterként most egyelőre más, hogy akik a felelős döntést hoznak, azok felelősséggel teszik azt, és abból a célból vezetve, hogy megóvják az embereket. Tehát előfordulhat, hogy itt még változás áll be a szabályozásban, vagy a kormányrendeletekben. Úgyhogy egyelőre várakozunk, és megkérnénk egyébként mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, és hát kerüljék a nagy tömegeket, és itt a tópartunkat. Igen? Ennyi. Ugye Gerhard Ákos, a Velence polgármesterével beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Ugye, ha Budapestről nézzük, akkor a Balatonhoz képest nagyjából félúton van Velence, Balaton-Fenyves, amelynek polgármesterével beszélgettem, pedig ugye, ha a félúton van, akkor egy további harmaddal bővül a távolság. Velence közelsége lehetővé teszi azt, ami a Balatonnál kevésbé valószínű, különös tekintettel a mostani benzinárakra. Ugye tavaly ez pont fordítva volt ebben a periódusban, valami olyan hihetetlenül olcsó volt a benzin, hogy arra szavak nincsenek, most ezzel szemben hihetetlenül drága, tehát aki csak azért megy le a Velencei tóra, hogy sétáljon, az még lehetséges, hogy ezt megteszi, ha többet magával megy, ugyanez már a Balatonnál, különös tekintettel Balaton-Fenyvesre, ami több mint 150 kilométerre van Budapesttől, már lehetséges, hogy meggondolásra készteti az embereket.
elrettentőnek számító képeket tettek közé arról, hogy mekkora tömeg verődött össze az elmúlt hétvégén a velencei korzón. A számokról tudunk beszélni hozzátéve, hogy amikor tavaly megfogalmazódtak azok a gondolatok, amelyek megfogalmazódtak, akkor egyébként milyen jelenség volt tapasztalható, milyen számban áramlottak vissza az ingatlan tulajdonosok Velencére ahhoz képest, ahogy egyébként ez nem szokott bekövetkezni ebben a periódusban, mert nincs mindig, hála a jó Istennek, pandémia. Hát az elmúlt hétvégeken azt lehetett látni, hogy itt több ezer ember fordult meg. Most annyi ugye a helyzetben annyi a pozitívum, hogy itt elrendelték Velencén is most már maszk viselése kötelező, eddig ugye a 10.000 fő alatti helyeken nem kellett. Azt lehetett látni, hogy ezt azért az emberek nem nagyon tartották be, mondjuk itt az elmúlt hétvégén sem. Az ideáramló, hát akiknek ingatlanjuk van, üdülő tulajdonosok, azok az első hullámban is meglepték a várost. Ez most sem lesz szerintem másképp, ebben a két hetes hát lezárásban. Ez mennyire teszi próbára az infrastruktúrát? Hát ez egyelőre a boltok forgalmán jelentkezik. Azt vettem észre, hogy az itteni nyaraló tulajdonosok szintén nem annyira mászkálnak, hanem inkább csak a nyaralójukban, illetve vásárolni mennek ki a nyaralóból. Én beszéltem közben az üzemeltetővel, itt a Korzó üzemeltetőjével, és hát átbeszéltük ezt a dolgot, és ő erre meghozta ezt a döntést, hogy a büféket bezárják. Erre visszatérnék még a beszélgetésünk legvégén. Azt kérdezem öntől, hogy arról számol be adott esetben az M4, de ez mind-mind a Trend FM reggeli monitor című műsorában hangzott el. Nyilvánvalóan, hogy a tapasztalat összegződött Mester Nándor tollából, hogy a fővárosi agglomeráció már a velencei tóig ér, és hogy egyébként az ingatlanok vásárlása az milyen mértékben növekedett azon a környéken. Új jelenség, hogy egy-két ottani településen, kápolnásnyéken, velenci nagyobb számban jelentett meg, a 3-4 emeletes társasházig eddig ez nem volt jellemző. Most függetlenül a pandémiától mennyire érzékelhető az a jelenség, amiről a Trend FM és a Trend FM nyomán más nyomtatott vagy internetes sajtó is beszámolt, ami egyébként azt mutatná, hogy a kiköltözés milyen ütemben halad a fővárosból a velencei régióba? Hát, mi is érzékeljük ezt a hatalmas hullámot, ami a kiköltözési vágyat, vagy hát ezt a fajta agglomerációvá való válást. Egyre nagyobb építkezések vannak. Nagyon örülünk egyébként ezeknek a folyamatoknak, viszont fel kell rá készülnünk. Most jelen esetben óvodabővítéssel iskolabővítés folyik, lesz egy bölcsöde, ami most kezd épülni. Ez mind ezeket segíti, vagy például két parkunk is megújul, ahol játszótereket építünk. Strandpályázaton éppen most nyertünk 120 millió forintot, tehát hogy úgy infrastruktúrálisan próbálunk lépést tartani ezzel a fajta beköltözési vágyal, és hát remélhetőleg ez pozitívan alakul, és valahol majd megáll ez a hullám, és mi meg utolérjük magunkat, mert az a probléma talán, hogy ha valaki ide költözik, akkor szereti ezt a szép partot, meg ezt a szép várost, viszont rögtön ne legyen bosszúsága, hogy mondjuk a kisgyerekét nem tudja óvodába vinni. Ezért építünk, bővítünk, hogy ezek is megoldódhassanak. Február 15-én számolt be arról a sajtó, hogy a hétvégén, független attól, hogy nem volt biztonságos a velencei tó jege, de mégis milyen sokan mentek el oda korcsolyázni, de akkor elsősorban a felelőtlenségről és a büntetés összegéről, amit vagy kiszabtak, vagy nem írtak, miközben akkor is zajlott a pandémia, kétségtelen, hogy nem voltak olyan szigorú lezárási szabályok, mint amelyek március 8-ától vannak hatályosultak.
Ez a magyarázat arra, hogy akkor elsősorban ezt a veszélyforrást tüntették fel, és nem azt, hogy nem jó, hogyha ilyen szép számmal jelennek meg turisták a környéken, akik végre korcsolyázni próbálnak, miközben ezt máshol nem tehetik meg, hiszen egyébként akkor is olyanok jelentek meg nagy számban, akik nem velenceiek voltak, és mégsem ez volt az elsősorban, mégsem ez volt elsősorban a probléma velük. Hát én úgy gondolom, hogy a mentális egészség is fontos, tehát aki be volt eddig zárva, végre egy kis sportolási lehetőséghez úgy gondolta, hogy tud jutni, mert befagyott a tójege, bár nem volt biztonságos, ezért én kértem is a rendőrséget, hogy segítsenek abban, hogy nehogy baleset történjen, de úgy gondolom, hogy itt is azt láthattuk, hogy végre az emberek kimozdulhattak. Egy kültéri sport volt, amit ugye nem tiltanak a szabályok, az egy más kérdés, hogy nem volt biztonságos a jég. És akkor térjünk oda vissza, amit ön említett meg, és azzal zárul is kettőnk beszélgetésre, örülök, hogy rendelkezésre állt, őszintén sajnálom az apropót. Ugye itt a velencei mólónak, a velencei korzónak az üzemeltetőjéről van szó, akivel tegnap beszélgettem, de talán érthető vagy talán érthetetlen okból ő végül is úgy gondolta, hogy nem nyilatkozik. Annak a beszélgetésnek az volt a szelleme, mert ugye arról van szó, hogy elviteles vendéglátás legyen, illetőleg, hogy zárjanak be az üzletek, amelyek nyilvánvalóan neki nem áll érdekében. Először is tisztázzuk azt, hogy a velencei korzónak az üzemeltetője az egyébként milyen jogosultsággal bír, és mely területre vonatkozik. Ugye most nekem viszonylag könnyű dolgom van, mert én többször előfordultam ezen a velencei korzón, és nagyjából magam előtt látom. Mit jelent? Tehát ennek a korzónak az üzemeltetése, az mit jelent egyébként Velence számára? Hol kezdődik és mire vonatkozik? Hát az üzemeltető, ezt lehet így röviden elmondani, hogy 20 évre megkapta az üzemeltetés jogát, ezt még 2009-ben nyerte, aztán 14-től indult ez a folyamat. A Spár parkoló, nem tudom, aki esetleg járt itt a korzón, ott a Spár parkolótól egészen a Velence Spáig terjed ennek a területe, és ez van üzemeltetésbe adva. Tehát szabad strandunk. Ez azok az üzemeltetési egységek, egységek, amelyek ott vannak, azokat tehát, ha nem is ő, tehát nem az ő tulajdonában vannak, de ő üzemelteti. Tehát ő ad engedélyt, vagy ez? Így van. Hát úgy van, hogy a korzó, maga a korzó épülete, az az önkormányzati, az üzemeltetés is szintén, illetve az előtte lévő strandterület. A büfék helyzete az egy kicsit más, mert az úszó telkeken vannak önkormányzati telkeken, de az felépítmény a sajátjuk. Viszont ahhoz, hogy ugye a strandon együttműködők tudjanak üzemeltetni, tudja üzemeltetni a strandot, hát nyilván együtt kell működniük a büféseknek is vele. Tehát ez egy ilyen függő viszony. Azt írja a közlemény, hogy a Velence Korzó üzemeltetése arra kérte a strandterületen található büféseket, hogy a szigorított járványi intézkedések miatt ne nyissanak ki. Ugye ez azért érinti őket érzékenyen, hiszen egyébként is korlátozott a bevételük. Ugye ez elsősorban a hétvégére vonatkozik, amikor sokszoros az ott lévő emberek száma, mint akik hétköznapot vannak, és nagy valószínűséggel felmerült az, hogy 8-ától érvényes szigorított rendelkezés következtében többen jelennek ott meg. Ez az iniciatíva, ez az üzemeltetőnek a saját ötlete volt, vagy ez némileg az önkezdeményezésére is történt, mert a tegnapi beszélgetések azért erre utaltak? Hát az üzemeltető úgy érezte, hogy akkor a tömeg, amit már ő nem tud kordában tartani, nincsen semmilyen joga, hogy mondjuk lezárja az egész standterületet, mondjuk kordonokkal, vagy valami, és hát erre jutott, mert úgy láttuk, hogy a szabályokat nem lehet betartani, úgyhogy a büfétől fél méterre, hát elvitel az is, ugye, de fél méterre leülnek, és asztaloknál, vagy nem asztaloknál, de ott mindenféle módon. Ezt az önkormányzat érzékeltette ezt a tapasztalatát a korzónak az üzemeltetőjével? Nem, ez a saját döntése volt így.
Én annyit mondtam neki, hogy hát szeretném, hogyha itt a szabályokat sikerülne betartatni, és nem lenne ekkora tömeg. És azt rábíztam, hogy milyen formán, vagy hogyan. Amennyiben ez nem következik be, önnek van szankcionálási lehetőség? Nincsen. Tehát ez vagy önként és dalolva teszi meg az üzemeltető, vagy hogyha ennek következményei vannak, akkor az nem az ön szankcionálásából következne be? Igen, így van. Én azt mondtam, hogy arra kértem őt, hogy tartsák be a kormány, magyar kormány rendeleteit, ezeket a szabályokat, amiket ugye nyilvánosságra hoztak. Volt egy zugulódás azon vendéglátóipari egységek körében, amelyek egyébként bezártak? Azért ilyenre ritkán szokták kérni az embereket, igen? Hozzá nem jutott el olyan, akik ezzel, tehát hogy nem jutott hozzám el ilyen információ. Iparűzési adót ugye nem kell fizetni, most legalábbis felet kellett fizetni, és a másik felét nem. Kap a kedvezmény, vannak kedvezmények. Nem tudom, hát én úgy tudom, hogy ő két hétre kérte most ezt, hogy ez a lezárás két hetében ne legyenek. Magyarul, hogy ez nem az ön sugallatára, de az ön hallgatólágos jóváhagyásával történt. Tehát, hogy ön egyébként ezzel az intézkedéssel egyetért. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, köszönöm, és sajnálom az apropót. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Önök Gerhard